vendégem! Szeretettel köszöntöm Önöket a mai, immár harmadik éve hagyományosnak nevezhető adventi idősebb karácsonyát. Köszöntöm Önöket a Pilicsabai Karitás nevében, a Családsegítő Központ nevében, a Művelés Információs Központ nevében és a Pilicsaba Nagyközség Önkormányzata nevében. A mai programon először egy kedves megemlékezést láthatnak Szent Miklós püspök történetével, amelyet a Barbária iskola növendékei fognak előadni. Ezt követően meghallgatjuk az ünnepi beszédeket, ünnepi köszöntőket, majd pedig egy kedves szeretett vendégségre várjuk Önöket egy kis ajándékkal. Kérem, fogadják szeretettel a műsorokat, és átadom a helyszínt a Barbária iskola növendékeinek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Klotér-ligeti Barbária iskola tanulói és pedagógusai nevében. Ugyan egy karácsonyi összejövetelre jöttek most ide Önök, éppen így Szent Miklós életét fogjuk bemutatni. Zárójelben elmondom Önöknek, hogy ezzel a műsorral szerepeltünk már a Nagy Boldogasszonyházban, és ott is köszöntöttük az öregeket. Kérem, fogadják olyan szeretettel ezt a készülődésünket, mint amilyen szeretettel készültek a gyerekek. És akkor most elkezdjük. Leánykáim, eddig is szegények voltunk,
Nem sokat adhattam nektek, de most már az a kevesünk is elfogyott. Rőzsény sincs, amivel fűtsünk, pénzünk sincs, amiért tennivalót vegyünk. Holnap reggel kimegyünk a piacra, és az egyik ütöket eladom rabszolgának. Az árából hátra kihúzzuk a tél végéig. Ne adj el minket, mi téged szeretünk, itt akarunk maradni. Nem baj, ha fázunk, éhezünk, majd egymáshoz búvunk éjjelre, nappal megkoldulunk. Nem lehet, lányok, így csak meghalunk. Akit eladunk, annak is jobb lesz a sorsa, és talán nekünk is. Nekem is fáj a szívem, hogy el kell válnunk, de nem tudok más tenni. Most gyerünk nyugóba. Azt hiszem, nekem kell elválnom tőletek. Én vagyok a legidősebb. Már tudok főzni, mosni, takarítani. Sok hasznomat veszít a háznál, ahova kerülök. Nem, én megyek el. Szép vagyok és csodálja. Biztosan megtetszem egy ifjúnak, aki sok pénzt ad értem. Tudok zenélni, táncolni, társalogni. Sok hasznomat vehetik az úri társaságban. És én? Velem mi lesz? Én nem betegedhetem veletek. Kicsi vagyok, mégpedig úgy szeretnélek szolgálni mindannyiótokat. Talán imádkozni kezdenék, hát ha Jóisten megsegít, hiszen mindig is segítette az árvákat, elhagyatottakat. De furcsa, ilyenkor itt már alul iszottak. Ennek súlyos oka lehet, csak nem beteg valaki, vagy talán meg is halt. Itt ez a fa, szamaszom, hogy jobban lássam. Édes Jóisten úr, hanyarul rajtunk, hogy ne kelljen rabszolgának mennünk. Segíts meg minket nagy szegénységünkben, hogy együtt maradhassunk. Amen. Most térjünk nyugovóra, és meglátjuk holnap, mi lesz. Ó, mekkora szegénység, és hogy szeretik egymást, meg kell segítenem őket. Ha már így kérték Istenük, megyek, megnézem, mit tehetek. Míg Miklós püspök hazatért, a leányok nyugodtan alszanak. A legkisebb valami csodálatos világról álltak. Kereskedőtől kaptam. Így, ez pontja lesz a három anyjának. No, most a békében alattok, Isten meghallgatta imádtokat, de hajnalodik. Sietek, mielőtt felébrednek az emberek. Nem akarok felkelni, olyan szépet álmodtam. Maradjunk még együtt. De apa haragudni fog. Jaj, Minyó, mit tettek ide? Ez meg micsoda? Hogy került ez ide? Jé, nekünk is van! Nézed, édesapa! A Jóisten meghallgatta imáinkat. Most már együtt maradhatunk. Miklós püspök több mint 1500 éve élt Milánban, de ajándékozó jóságára azóta is visszaemlékezünk. Az ő emlékére jön el közénk a Mikulás, tölti meg az ablakba kitett cipőcskéket, csizmácskákat. Őt köszöntsük most egy pár énekkel. Hullik a völgyben a pejhe a hónap, siklik a dombon az ősz Mikulás. Sok kicsi kérdezi, mit hoz a jónap, lesz-e a zsákban a sok mazsolás. Péter éve kell, de ha finnyás, pár fiának jusson a birkás. Jöjjön, ha lássuk, a mit hoz a jónap, lesz-e a zsákban a sok mazsolás. Ta 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 ta
És ezt fogadják tőlünk ráadásként szeretettel, az adventi hírnököt fogjuk elénekelni az első képen szakába, jó? Kezdjük? Adventi hírnök friss fenyő át, lobog az első gyertya ránk, karácsonyt vár balázsban a föld, isteni Thank you.
még nagyobb számban eljöttek, mint tavaly. Köszönöm a szervezőtársaimnak és barátainak a közreműködését, a munkát. Külön szeretném megköszönni Peterle Györgynéknek a kézimunkáit, amivel most ezt a mai ajándékokat kedvesebbé tette. A Bújja Rózsika nénének a süteményeket, a családsegítő központnak és munkatársainak a segítségét, és átadnám a szót a igazgatónak. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon örülök, hogy szép számban ismét megjelentünk, és úgy gondolom, hogy büszkén mondhatom, hogy kollégáimmal közösen már hagyományt teremtettünk itt Kilis Csabának az idősek karácsonyából. És külön örülök annak, hogy ismét rám esett az a megtisztelő választás, hogy köszönhetem ismét Béli Kati néni. Remélem, még sokáig lesz ilyen szerencsére, hogy köszönhetem a Kati néni. És most szeretném átadni az önkormányzat képviselőnek a szót, sorrendben a polgármester úrnak, alpolgármesternek és képviselőnek, akik mindenki köszöntővel készültek erre az ünnepség, és át is adnám a szót Kati néni polgármesternek. Hát kedveseim! Még egyszer sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és igazán nehéz helyzetben vagyok, mert ezután a kis gyönyörű előadás meglepetés után azt hiszem, hogy mindenfajta ékes szólás hiába való, és kár is ezzel az élményt talán elrontani. Most, amikor itt az adventi várakozásban tényleg azt várjuk, hogy valamit kapjunk, valami olyan égi jelet, amivel megnyugszunk, hogy majd érdemes végezni tovább azt a munkát, amit eddig végeztünk, és talán elismerésre is lennünk, és talán majd az ifjak, a gyermekeink jövője biztatónak tűnik. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy így együtt lehetünk ennyien megint. És hogy oly sok éve az ismerős arcok megint feltűnnek, és én azt kívánom legelső sorban is, hogy még sokáig találkozzunk így advent idején itt, ha már máskor nem is tudunk találkozni. És az élet milyen érdekes véletlent hoz, mind a hárman eljöttünk, hogy próbáljunk egy pár kedves szót szólni, és mind a hárman úgy gondoltuk, és nem beszéltünk össze, hogy néhány verssorral próbáljuk ennek az időszaknak a hangulatát átadni. Úgyhogy én most Márai Sándor szavaival nyitnám meg a szót, és aztán adnám majd hát a kollégáknak. És én azt hiszem, hogy bár ugyan én nem tudom, hogy ők milyen verset hoztak, de én úgy gondolom egy dologról fog szólni minden szó most advent idején, ez pedig a szeretet. Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. E napokban megesik, hogy elindulok az utcákon, megállok a kirakatok előtt, nézelődöm. Semmiféle tárgy nem kell már. Mégis valamit várok még. Annyi karácsony múlt el egészen sötétek, és aztán mások csillogók, melegek és szagosak. Annyi ünnep, és még mindig itt állok őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, melyeket az angyal sem tudna már beváltani, és még mindig várok valamire. Néha azt hiszem, a szeretetre vágyok. És ezt a szeretetet kívánom mindenkinek karácsonyra. Hölgyeim és uraim, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a képviselőtestület nevében. Polgármester úr kiválóan fölvezette a kis képviselőtestületi műsorszámot. Ha megengedik, én nem szaporítanám a szót, mert ezek a szavak és ezek a sorok, amiket szeretnék Önökkel megosztani, azt hiszem beszédesek lesznek. Óbecsei Istvántól szeretnék egy rövid, ötverszakos verset elmondani, aminek az a címe, hogy Szeressétek az öregeket. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. A reszkető kezű őszapákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült, sápadt szemeket, én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket, öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba, hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek, értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek. És mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm én is Önöket, aki nem ismerne, Jeli Zoltán vagyok, a képviselőtestület tagja. Miután az én versem a leghosszabb, nem szaporítom a szót, hallgassák meg advent alkalmából Pap Lajos szívsebész az én miatyánkom versét. Mikor a szíved már csordult itt tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe, ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, reményteljesen, s fohászkodj, mi atyán ki vagy a mennyekbe. Mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend, nem ad, mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz, erre van Istene, ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele, nézz fel a magasba, hittel rebegd, Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor szabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve, ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne, ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember fillérekben számol, mikor a drágaság az idegekben táncol, mikor a gazdagság milliót költ, hogy éljen, s millió szegény a nincstől hali éhen, ó lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezedet, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt, ellentámadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs kedved sem erőd, minden lázad benned, hogy tagad meg őt, ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, sívd Istenedet, Uram, segíts, bocsásd meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verejtékig hajszoltad magad, később rádöbbentél, hogy kihasználtak, ó lélek, ne csüggedj, ne esd kétségbe, nézz fel a magasba, sírd el a teremtődnek, Uram, megbocsátok az ellenünk vétkezőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor a népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj, lelkünket kikérte a rossz, támad, tombol, Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Amen. Utóan. És akkor szólt a mester kemény szelíden,
távozz sátán, szűnj vihar, béke csend legyen. Miért féltek ti kicsiny hitűek? Bízzatok, hiszen én megígértem nektek, pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek, hűséges kis nyájam, én pásztorod vagyok, és a végső időkig veletek maradok. Amen. Most pedig egy szerény kis forradborral karácsonyi süteményekkel szeretnénk kedveskedni ennek meg. Kérlek, hogy adják szeretettel, és érezzék jól magukat tovább. Adjon a jó Istennek ezer szerálát, egy ilyen kitűnő állapotban.